A FIFA Luka Modricot választotta 2018 legjobb labdarúgójának, decemberben pedig jön a franc hagyományos aranylabdája, amelyet a Messi-Ronaldo duó 5, 5 alkalommal nyert el. Itt a 30-as jelölt lista 10 év után német játékos nélkül 7 franciával, 8 reálfocistával, 14 La Ligában szereplővel, 16 támadóval, 4 kapussal, és közben lesz Copa trófea is a legjobb 21 éven alulinak. Murányi Domokos NSO, Nemzeti Sport Online újságíróval a névsorról beszélgetünk. Szia, jó reggelt! A, reggelt a diák szétváltak, egy darabig együtt osztották őket FIFA és France futball. Melyik lesz szerinted a nagyobb presztízsű trófea a következő években, a Párizsi Aranylabda vagy a Londoni FIFA díj? És persze itt az is kérdés, hogy a futball szakma a játékosok, illetve a közvélemény szemében. Az alajlabda szerintem továbbra is, ahogy eddig is az volt, a továbbra is az lesz szerintem, a hagyományok miatt is. Én azt gondolom, hogy a közvélemény, meg úgy mindenkinek a szempontjából annak nem előtt. Erős márka, jó név, ezért ezt ki fog tartani, azt gondolod Igen, abszolút, a FIFA abszolút. kezdeményezés ellenére is. Nézzük a tradicionális francia futball listáját. Ez ma a legjobb 30 futballista Európában? Mm, azt mondom, hogy ilyen listán, hogy 30 fős listán nagyon nehéz lehajni játékosokat, akik a legjobbak közé tartoznak. Tehát egy-két játékos lehetett volna esetleg más, de nagyvonalakban szerintem igen, a lista rendben van, a helyén van. Van meglepetés a népsorban számodra? A rákerültek közül. Mm, nagy meglepetés nincsen. Kis meglepetés. Kis, kis meglepetés, mondjuk, hogy a Suarez még mindig rajta lehetett, szerintem ő nem biztos, hogy benne volt a legjobb 30-ban. Ö, a Mandzsukics ugye a VB telepésnek között, hogy felkerült a legjobb 30-ra, esetleg egy Lewandowski, talán egy Krósz vagy egy Kutinyó még oda volna a, a 30-ba esetleg. És hogyan kerültett fel a Karim Benzema? Hát, Úgyhogy a nagyon, két nagyon fontos meccs előtt a három gólt, ugye a Béla döntő visszavágó előtt kettőt, meg a döntőben egyet. Egyik sem volt nagy gól, de nagyon fontos gól mindegyik. Plusz francia játékos, azért este utolsó a szempont szerintem. De hát azért nem lesz, mindig így, hogy ő fölkerül, de most még sikerült valahogy ráférni a listára nincs rajta az olasz gólvágó csíró Immobile, és mondjuk a Liverpool elnyűhetetlen robotos a James Milner. Szerinted befértek volna? Esetleg befértek volna, de sok voksot nem kaptak volna szerintem, tehát mondjuk még a top 25-be sem biztos, hogy befértek volna a végső szavazásnál, tehát ha rajta vannak, és esetleg csak nekik jó lett volna mondjuk a márkájuknak, de tulajdonképpen nem most nem szól az, ő jelenlétük. De tényleg a olasz gól királyként azért az immobile lehet, hogy helye lett volna, csak hogy a VB meg nem lépett pár részt, az olaszon nem jutottak ki. Mert itt jön a következő mérlegelési szempont, hogy az újságírók, a szakma mit, hogyan súlyozhat, hogyha erre a listára ránézünk. Teljesítmény nyújtása egy top bajnokságban, az ott vitt vezető szerep, akár sok gólt szerezve, akár a kapus esetében kiváló teljesítmény. Nyújtva mondjuk láttuk azt, hogy Alisson gyakorlatilag hozott a Rómának egy fantasztikus szezont, és lett a világ második legdrágabb kapusa. Vagy bajnokok ligájában nyújtott kiemelkedő teljesítmény, és jön a vagy, illetve az és, hogy világbajnoki évben mennyit tesz súlypontban az, hogy a világbajnokságon a válogatott, hogy szerepelt és a játékos ahogy mondod, és a VB ben a bajnokság és kisebb jelentősége van, már csak az is, hogy régebben volt a bajnokság, már véget ért tavaly, ö, idén mondjuk májusban, mi hogy a VB még egy viszonylagos friss emléket nyújt a, a közvélemény tehát szerintem kisebb jelentőséggel bír, de nem elhanyagolható szempont, hiszen mégiscsak a bajnokság az a sorozat, amely tart augusztustól májusig, 38 fordott abban a külön 34, tehát nem szabad azt sem elhanyagolni, de azt mondom, hogy VBV-ben szerintem kisebb jelentősége bír. Főleg akkor, hogyha az egyik esélyes kiesik a 8 döntőben. Tehát azt mondod, hogy az idei aranylabda um, hogyha körül akarnánk írni, akkor legnagyobb azt mondhatnánk, hogy egy egy VB döntőben és BL döntőben szerepelt játékos legyen. Az, az a legjobb, hogyha, hogy a kettő együtt nem a vagy, hanem ésként jelenik meg. Igaz? Pontosan, az. pontosan. Szerintem a Modricz, a Luka Modric az elnyerésére. Neki nagyon nagy aluásza az, hogy a VB döntőn pályra léphetett, miközben a nagy, favori, a lelábasai, ugye Ronaldo és a Messi ebben a díjban kiestek már a 16 között a világbajnokságon. Ez a, ez a a megítélésére javít, hogy a döntője jutott a válogatott a csapatkapitánként. Lényegében 2008 óta csak Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vitte az az aranylabdát, akár a FIFA, akár a France Football, akár együtt, akár külön ítélték oda. VB szereplés most halvány volt mind a két esetben, CRN ráadásul itt van egy körülötte kibontakozó botrány. Ennek a duónak, ennek a versenyfutásnak szerinted kimondhatjuk, hogy eljött a vége azzal, hogyha idén megtörik a sorozat, akkor az a sorozat már nem fog visszatérni, tehát nem egy ő, kisiklás lesz csak az az év a VB miatt? Szerintem az, az a visszatérhet még, de már lehet, hogy nem olyan huzamosabb ideig. Tehát attól, hogy most esetleg a is menjen az attól még a messzi, hogy Ronaldo nyerhetné jövőre, akár két év múlva is, de nyilván, hogyha most megtörik, akkor utána újabb tíz évig nem őket ők nem fél a világfutbalt. Úgyhogy szerintem még ők visszatérhetnek a csúcsra, és most is ott lehet ebben a, persze, ebben persze, persze a páros versenyfutásban. Persze, igen, igen. persze, ebben nagy kérdés innentől kezdve, hogy a klubváltás milyen BL eredményt hoz Cristiano Ronaldónak, mert az ő helyzete ilyen szempontból nehezebb lesz. Igen. Illetve hát Lionel messi nagy kérdés, hogy majd a következő éves megítélésnél nagyobb súlya fog ö, ladba esni az, hogy mondjuk a Barcelona bajnok lesz, amellett jobb élve, úgy szerepel. Igen, illetve hogy a Copa Amerikára ugye visszatér az argentin válogatott sem utolsó szempont, mert hogyha esetleg azt végre megnyerni a válogatottal, és a Barcelona is jól szerepelne, akkor nagy esélyekkel indulna ismételten a diányelésére ha már mondtad, hogy Copa Amerika, én meg azt mondom, hogy Raymond Copa, mert hogy van itt egy Copa trófea is, és hogyha nincs Copa trófea, akkor alig, hanem Mbappé is igencsak esélyes lenne az aranylabdára, én azt gondolom, viszont így alig a kétséges, hogy ő kapja meg ezt a trófeát? Igen, szerintem egyértelmű, hogy ezt megkapja az a, labda a 21 szavazás. A, a igen, a igen, játékos igen, igen. Az szavazáson szerintem ő a top 6-7-be várható, és a Copa tróféát, egyértelmű, hogy ő nyeri, ez biztos. Akárcsak, hogy a világbajnokságon is megkapta a legjobb fiatal játékosnak járó díjat, szerintem ez itt most sem lesz másképp, és a kopatrófja majd őt illeti meg. Luka Modric a jóslatot, de hogy fog szerinted kinézni a lista szűkítésénél az a végső néhány név, aki szóba kerülhet a fentemlített szempontok, franciák, VB döntő, bajnokok ligája, döntős csapat. Szóval kik jöhetnek itt még számításban a végső versenyfutásban? Bodricson kívül szerintem ugye a már említett Messi, Ronaldo kettős, esetleg Salah, és ugye át a világban válogatottból Bappé, Griezmann és Varán, és a utóbbi labdarúgó az egyetlen, aki idén BL-t és vb t is nyert, mégsem beszélünk róla top favoritként, és szerintem nem sem lesz támadó. ott. Hát mert nem, nem támadó, igen, és az elsőben szerintem sem lesz ott. Előfordulhat szerintem az, hogy a világban a válogatottban nem lesz benne senki a top 3-ban, ami elég fura alapvetően, de szerintem könnyen megtörténhet. Tehát én azt mondom, hogy a Modric, Messi, Ronaldo, Salah és egy francia játékos vádak az elsődbe. És melyik lesz az a francia játékos szerinted? Az említettek. Közül. Én akkor a bappét mondanám. Ahogy mondtad, Varán hátrányos helyzetét, Anton Griezmannnak is lehet, hogy hátrányos a helyzete, mert hátrányos helyzete meg talán abból következhet, hogy hol focizik, nem? Ö igen, talán az is. Már nem ugye, egy rossz csapat. Már nem, nem egy rossz csapat, igen, de hogy Európa Ligát azért nyert ő is, meg világbajnokságot, azért ez sem utolsó szempont ez a kettő, de szerintem csúnya szóval a a Griezmann-nak a sajtója az nem annyira jó még, hogy a rendet nyerhessen, és ez talán még az mbappé is elmondható. Van itt egy ilyen szempont is, hogy milyen brandi emelkedik egy játékos, és azt mondod, hogy de de ebben mindkettőjük esetében azért erős tartalékok vannak a következő évekre. Abszolút. Főként a pénál a Koránál fogad, de azt gondolom, hogy Griezmannnál is nagy fejlődés, bár egy nagyon Luka Modric szerűen szerény fi, fickó, jó megjelenési idő szerény fickó, aki úgy tűnik, hogy ez annyira nem, nem, nem izgatja ez a dolog. De hogyha szeretne arra labdát, akkor jó lenne, rá, ráfeküdne a környezete, igaz? Hát igen, mert akkor lehet, hogy is kéne váltani. A atletikoból, azért, hát. atletikoból nehezen lehet kiemelkedni, hogy az ember a nyerjen, szerintem. Ö, meglátjuk, de a potenciál megvan bennük mindkét franciában, igen. Tehát játéktudásban méltók lehetnek arra, hogy néhány év múlva hönnyelék a díjat. Van-e annak bármifajta üzenete az egy év kisiklásán túl, hogy nincs német játékos ezen a listán, hogy ezt az elején is említettem? Már mm, Tony ugye, mondtatt, nem, hogy rá, igen, rá, igen, rá, 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 ugye rá csak lehet Igen, nem csak, hogy német, német nincs, de a Bundesligát sem képviseli senki, ugye? Igen. de hát szerintem az nem lesz mindig így, ugye, hát ez legutóbb tíz éve volt így, és hát most ugye a világban a kis szerepés azért az nagy sorba volt a németek nevén, tehát az, az, most többen is megitták a levét ennek, ugye, hogy nem kerültek föl, meg hát a német csapatok sem voltak az európai parandón most kiemelkedőek, de szerintem ez változni fog, és jövőre már ismét találkozunk német játékosan. De most, ha mégiscsak valakit erre a listára rá kellene helyezned, erre a 30 fős listára, német labdarúgót a német Bundesligából, akkor ki volna ő? Hát akkor a német a Bundesligából. Így van, ó, német ó, legyen a ára. Bundesligából. Uh -huh. Nem Lewandowski. Nem, nem, nem van a Momentum. Igen, nem. igen, hát a Nagy Erdője semmiképpen sem, hiszen ő a világbajnokság nem is játszott a miatt gyakorlatilag. Ugye még a Hummel-est emlegették, de neki sem volt különösebben jó idénye. Nem egyszerű kérdés, az, az biztos. Igen, igen. Mm. Hm, megfogtál. Hát valószínűleg ha valakit a Bayernből keresnék, hiszen ő, mégiscsak eljutottak a bjelölő Igen, meg bajnokok lettek, igen, igen, hanem a Bayernből kellene Igen, valószínűleg a Bayernből választanék játékost, de most így hirtelen... Lehet, hogy akkor a Hummels azért mégiscsak akkor, ha valakit jelölnék én a németek közül a Bundesliga-ból, akkor az lenne a stabilitás. akkor a Hummels lesz a választásom, igen. Szerinted lesz-e még olyan ennek az aranylabdának a történetében, ami megesett már, nagyon régen volt, hogy kapus elnyerhesse. Hát idén nem, az biztos, tehát idén, idén semmiképpen, de valószínűleg a következő 10-15 évben sem szerintem nagyon-nagyon kicsi esélyt látok erre. Igen, a kopatrófa mellé kellene egy Jési-díjat, vagy, hát vagy egy aranykesztyű díjat és, és akkor az ferebb lenne valószínűleg. Meglátjuk, Modric a jóslatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást.